A múlt héten 40 ezer liba talált átmenetileg szállást az öreg tó medrében. A vadló csokadalom hétvégéjére azonban csak 16 ezeren maradtak. A többiek más hazai vizes élőhelyekre repültek tovább. A szakember szerint december közepére várhatóan újra jócskán megemelkedik a tatán telelő vadlibák száma, akik aztán maradnak februárig, ha a szilveszteri petárdázás el nem ijeszti őket. Az tény, hogy előzöllötték a Kárpát-medencét, tehát valószínűleg most az ősz folyamán itt ez egy közbülső állomás volt, egy ilyen fontos előgyülekezőhelyük, és aztán most megjelentek az ország többi gyülekezőhelyén. Egy picikét magasabb most a vízszint, de amíg kilátszanak a nagy zátonyok, addig azért mindenképpen jónak tekinthető. Vízépítési munkák zajlanak az általér alsó szakaszán, azért kell egy kicsit visszatartani onnan a vizet, és ezért egy picit, de csak egy pár centivel magasabb. Ezt a pár centit egyébként általában szokták a libák honorálni, tehát hogy amikor ideális, ez az 5-10 centis tartományban ez a vízszint, akkor azt nagyon szeretik. Ez a vadlócsokadalom, ez nekünk embereknek is egyfajta seregszemle, de aki békésebb módon kíván hódolni a vadlúd megfigyelés szenvedélyének, az itt találja őket február közepéig, végéig is akár. Általában azért a szilveszteri petárdázás az sajnos az szétszilálja itt a nagy csapatokat, és januártól azért kevesebb, jóval kevesebb mennyiségekre lehet számítani, tehát aki sok vadlibát szeretne látni, az mindenképpen szilveszterig tegye meg. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Komárom-Esztergom megyei csoportja 14 éve rendez már erre az izgalmas természeti jelenségre fesztivált. Ilyenkor profi távcsöveken átszemlélhetik az érdeklődők a vándorludak életét. A program az elmúlt 14 évben nagyon sokat segített a természetvédelem területén. Ez a 14 év, ez több százezer embert vonzott ide, legalábbis a statisztikáink alapján, a tatai öregtónak a partjára. Nagyon sok embertől visszahalljuk, hogy igen, hallottam a tatai rendezvényről, nagyon jó volt, nagyon sok libát láttunk, nagyon sokat megtudtunk a madarakról, és úgy gondolom, hogy ez az üzenet az, ami számunkra jó visszacsatolás, vagyis tudjuk azt, hogy az emberek köztudatába, legalábbis nagyon sok ember mindennapjaiba akarva, akarottan becsempésződött a vadlibák által a madaraknak a szeretete, és ez nagyon sokat segít a gyakorlati természetvédelemben. A 14. vadlúcsokadalom programjáról bővebb összeállítást szerdai magazin műsorunkban láthatnak.